Hogy meg tudjuk-e mutatni. Én ma kígyó mintával készültem nektek. Kicsit szerintem távolabbról, hogyha talán, vagy nem? Ott tudod nézni. Hát ez élőben egy kicsit máshogy néz ki. Gyönyörű innen, elárulom. És kíváncsi is vagyok egyébként, hogy hogy készül, gondolom. Igen, nagyon, az a lényege, hogy nagyon egyszerű. És ha nem kivetítőn nézitek, hanem életben, akkor még egy kicsit talán hajazzik az élethűre. Én nekem így kivetítőn nem tűnik annyira élethűnek, mint életben. Ez így igaz. Innen egyébként pont olyan, mint a kígyó. Az volt a cél, hogy kígyó hatása legyen. Itt a szünetben, illetve amikor én még a nyitott tégelyeknél voltam, akkor volt egy pár ember, aki megnézte, és azt hitték, hogy benne van a háló a körömben. De nincs benne. Viszont körülbelül 3 perc lesz ez a díszítés, és ezt szalomba is mindenkinek ajánlom. Ne csigázz, Twixi! Megérkezett a gavó is. Na, mindig azt mondják nekem, hogy azt mondom, hogy könnyű, és aztán nehéz. Most ez tényleg könnyű lesz. Viszont a modellt is be kell vonnunk egy kicsit a játékba. Mert hogy egy ilyen hálóval fog ez készülni. Aminek az a lényege, hogy eddig én ezt zselével sosem használtam, mindig akrilfestékekkel használtam ezt a hálót. Illetve egyszer próbáltam meg régen, de akkor lejött az egész zselé a felületről a hálóval együtt, amikor levettem a hálót. Ugye rajta hagyni meg nem akartam, így hát aztán lemondtam róla. Oké. És ez a royal zselékkel érdekes módon mégis működik. Tehát bele tudod köttetni, és utána ki tudod venni, és ott marad a nyoma. És innentől kezdve semmi más dolgunk nincsen. Én megépítettem egy egyszerű mandula körmöt, köröm egy hosszabbító porcelánnal, illetve köröm egy hosszabbító színnel. És annyi lesz a dolgunk, hogy a mintát a háló tetejére felfestjük, és levesztjük a hálót, és kész a köröm. És mivel royal zseléről beszélünk, ezért sem fényzselézni nem kell majd, semmit nem kell csinálni, ez teljesen készen lesz. Úgyhogy kiütöttük belőle, mert hogy úgy volt meghirdetve a kígyó minta, hogy akril festékkel megfestem a tetejét, de az akril festéket megkiváltottam a Giga 900-os fehér zselével. Úgyhogy akkor ezt most meg is mutatnám. Emese, készülj fel, mert én 2 perc és kész vagyok ezzel a körömmel, és utána nem lesz mit csinálni. Vívhatunk egy csatát, benne vagyok. Jó. Okay. Twixi helyett még elmondom, hogy az idei év nagy divatja a Pin-up Girl és a Vintage, ami ugye masnik, pöttyök, hálók, csipkék, és ehhez hasonló mindenféle minták. Ez illeszkedik ebbe az idei divatrendben, illeszkedik a trivatrendbe. És hogy 2 perc alatt végez, ez egy jó hír, mert ő csinált már arcfestést, anyukája már engem is megfestett egyszer, csak megjegyzem. Mi voltál? Szabad mi voltam? Aha, pillangó vagy valami ilyesmi. Edinának a humorérzéke is rendben van. Tehát a világversenyen azért azt is díjazzák. Angolul ezt lehet mondani, hogy are you a butterfly? Have you been a butterfly? Vagy valami ilyesmi. Szóval lepillangozott engem. Twixi anyukája itt adta át a körömhajó színpadán egy festményt, ami nekem megvan. Kézzel megfestett engem. És a Twixi arcokat fest körmökre, és ez sokáig tart. És annak örülünk, hogy a szalomban jól alkalmazható, gyors mintát készített most. Most már értem. Jó, én úgy képzeltem el ezt, persze, tudod, amikor a kisgyerekeknek különböző arcokat festenek. Úgyhogy bocsánat akkor elnézést. Jó van, Edina, téged még nem festett meg senki. Engem már igen, na. Igen. Pedig nem is vagyok szépségkirálynő, köszönöm. Folytassuk az előadást. Na, ez a minta azért 3 perc, mert 3 percig tart, amíg megköt a royal zselé a lámpában egyébként. Mert felkenni igazából csak gyakorlatilag ilyen kígyó mintára hajazó foltokat kell. Minden royal zselével készül, leszámítva a giga zselét, ami a 900-as giga fehér. A 07-es feketével, jól mondtam? R7-es feketével, bocsánat.
Igen, egyébként a modell fogja a hálót. Azt hozzá akartam még tenni, hogy ezt csipesszel is meg lehet oldani, ha valakinek van ilyen kis pici csipesszel, vagy gumival, vagy bármivel. De szerintem így, hogy a modell besegít így a legkönnyebb. És gyakorlatilag a feketével és egy 3D-s mini ecsettel, amit zselézésre befogtam, ezzel felviszem a fekete foltokat. Inkább ilyen csíkokat. A titka egyébként ennek, hogy vékonyan kell csinálni, nem szabad nagyon vastagon. Ezt hadd kérdezzem meg, melyikkel csináljuk? Mert tudom, hogy vannak újdonságok, olvastam róla. Ez a méregzöld, ez esetleg valami? A méregzöld is benne van. Uh-huh. Csak ez most egyelőre az R7-es volt, a fekete. A 007-es az a fekete. Tudod, azzal a fekete autóval jön az ügynök. És van egy új szín, ez a zöld itt a katalógus 5. oldalán. R65-ös, ugye? Aha, R65. Igen. Méreg, zöld. Ez most divat cél lett. Akármilyen mérges. A Twixi és pont ezt tudja használni. Pont a méreg zöldet vettem fel. És egy picit összemosom ezzel a feketével. Olyan, mintha a fekete körbe venné azt a zöldet. Én csináltam hozzá barna foltokat is. Azt is meg lehet csinálni, hogy először a foltot kened fel, magát a mondjuk a barna foltot, vékonyan. Aztán pedig azt körbevesszük feketével. Kicsit tudnád fordítani a kamera felé, mert a másik oldalon, így, köszi. És akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy ezt a hálóval együtt kötteted meg, így vagy van. Először le, igen, és utána simán le lehet venni utána? Így van. Aha. Ez az pont, ami érdekes a Royal zselében, mert a másik zselé, ahogy azt mondtam már az előbb is, amikor levettem a hálót, akkor így leszedte az egész zselét, mindent. Uh-huh. És a Royal zselé meg valahogy ezt nem csinálja. Milyen jó, hogy ennyi meglepő fajta van. Módon. Twixi otthon Sopronba szokott ücsörögni esténként, és kísérletezik egyfolytába, és egy csomó jó dolgot kitalált már egyébként. Uh-huh. Na. Aztán el lehet dönteni, hogy zöld vagy barna foltot csináljunk, vagy lehet egyébként ezeket is összemosni. Ups. Azért fogom ilyen furán a modellem körmét, mert ő megfogja közben a hálót. Egyébként valóban a videón nem adja azt vissza, amit én élőben látok. Nem. Úgyhogy majd mindenkinek szerintem meg kell nézni ezt élőbe. Gyakorlatilag annyira nagy kézügyességet nem igényel a dolog, mert csak maszatolni kell a felületen. Feketével körbe maszatolom. És akkor ennek a tetejére azért még megy valami, vagy pedig ez így ennyi, mert ugye, hogy fixál. Na, ezt akartam még egyébként elmondani, ez jó kérdés volt, mert be is lehetne építeni. Uh-huh. Hát, ha valakit esetleg zavar, hogy nem sima a felülete, akkor ezt simán be is lehet építeni. Én most egy pici aranyat teszek be. A többit csekented le egyébként, ami már előre? Aha, majd megfogom. Most teszek rá egy pici aranyat, ez az R49-es. Kitöltöm a foltok közötti részt egy picit vele. Sokat nem szabad belőle tenni, mert ez nagyon sok lesz. És megkérem a modellemet, hogy tegye be a kezét a lámpába. Mondom, ezt meg lehet oldani csipesszel is. Tehát ez nem probléma, hogy a háló fennmaradjon. És 3 perc után, miután levettük róla a hálót, ez gyakorlatilag készen van. Annyit csinálok még, hogy 0-ás ecsettel egy picit fehérrel megkontúrozom a fekete részeket. Egyébként a Pitonnak a mintáját próbáltam lemásolni, de a teljesség igénye nélkül. Hát nem szerettem volna feltétlenül nagyon sokat bívelődni vele, pont azért, hogy egy szalomban elkészíthető minta legyen. Amíg köt a lámpába, addig egy kicsiket oda mehetünk az MSC-hez? Persze. Jó, és el tudja akkor addig kezdeni. Na, sziasztok! Hát én egy
géllakkal minő meglepő, egy Cover Pro felhasználásával készülő géllak mintával készültem ma nektek. Egy egészen egyedi mosolyvonalat fogunk készíteni. Ez ugye azt jelenti, hogy nem a hagyományos mosolyvonal, hanem szeretném nektek megmutatni, hogy a Cover Pro-nak a nugátja az nem csak hagyományos mosolyvonalra, hanem esetleg féloldalas, vagy akár teljes fedésre is tökéletesen használható. Ugye amíg Twixi itt tartotta az előadást, addig én előkészítettem a körömlemezt, és föl is húztam rá egy bézgélt. Teljesen egészséges körme van Bettinek, úgyhogy egy finom mattítás után egyszerűen egy bézgélt kapott alapnak, és amit most első lépésként fogok használni, az a Cover Pro készletben megtalálható nugát színű Cover Pro. Ennek az a lényege ennek az anyagnak, remélem, hogy nagyon sokan próbáltátok már, és nagyon sokan annyira szeretitek, mint én. Az a lényege, hogy géllakról beszélünk annak ellenére, hogy egy tégelybe találjuk meg, és van hozzá egy nagyon-nagyon speciális ecset, amit mindig mondok, hogy amikor én először megláttam, akkor sokkot kaptam tőle, mert hogy úgy gondoltam, hogy túl nagy lesz nekem ez a feje, hogy ilyen picike körmökön, mint például a Bettinek a kis ujja is, tudjunk vele dolgozni. De abban a pillanatban, hogy kipróbáltam, rájöttem, hogy rengeteget segít nekünk ez az ecset, ugyanis ez egy természetes szőrű puha ecset, és a természetes szőrű puha ecset, ezt az egészen lágy állagú Cover Pro-t, ezt mindenféle csík nélkül tudja nekünk fölhordani a felületre. Azért, hogy lenövésmentes legyen, ezért egy pici alapréteggel fogok kezdeni. Amikor kiveszitek ebből a készletből ezt a Cover Pro-t, fontos, hogy keverjétek föl, mert ugye leülepedhetnek a pigmentek, és a biztonságos hatás érdekében érdemes mindig fölkeverni. Aztán utána föl fogok venni az ecsetemmel egy egészen kicsi mennyiségű nugátszint, és ezzel a körömágytól, minthogyha lakkozó mozdulatokkal, mintha csak szeretném befesteni a körömlemez felületét, egy úgynevezett kis alapcsúszó réteget fogok készíteni, de úgy, hogy arra a felületre már nem fogom fölhordani, ahová egyébként a színes véget szánom. A színes vég ugye az most jelen esetben egy rozé színű, a 144-es klasszikus krisztalak színünk lesz, de a Cover Pro készletben találtok ugye egy Cover Pro fehéret, azzal is gyönyörű szépen lehet dolgozni, hogyha mondjuk fehér véget szeretnétek. Majd, hogyha megvan ez az alaprétegünk, akkor egy picikével több anyagot fogok fölvenni, és a kialakítandó mosolyvonalamnak megfelelően lehelyezem az ecsetemet, és a mosolyvonalnál, amit én most egy ilyen féloldalasra fogok kialakítani, elkezdem eldolgozni úgy az anyagot, hogy a mosolyvonali részen egy picit magasabb maradjon az anyag, majd a felhordott plusz anyagmennyiséget, azt ugyanúgy, mint a zselés építésnél a körömágy hosszabbításnál, el fogom dolgozni a körömágy irányába. Ez azért lesz nekünk nagyon jó, mert a körömágynál már közvetlenül csak egy réteg jelenik meg ebből az anyagból, és ezért lesz teljesen lenövésmentes. Ugye elől, amikor lenő, itt nem fogjuk látni a szabad szélnek a színét, hátul pedig már annyira vékony ez a Cover Pro nugát szín, hogy ott meg már ugye azért nem fogjuk látni azt, hogy lenőtt a köröm. Hogyha ezzel megvagyunk, és esetleg úgy gondoljátok, hogy az ecsettel nem sikerült rögtön kialakítani a mosolyvonalat, van arra lehetőség, hogy kitöröljük egy papírtörlőn, és az ecset segítségével szépen rá lehet igazítani erre a mosolyvonalra, és így nagyon szépen meg lehet köttetni. Kérlek szépen, tedd be a lámpába. Amíg ez megköt, addig én előkészítem a szabad célra felhordandó színemet, viszont azt tudni kell, hogy a Cover Pro készletben található fehér szín az olyan anyag, amit ha egy kicsit vastagabban hordunk föl, akkor is tökéletesen meg fog kötni, és tökéletes fedése lesz. Viszont most egy színes véget fogok használni, és a színes végnél klasszikus krisztalakot. A klasszikus krisztalakokra pedig ugye az a jellemző, hogy vékony rétegben kötnek jól.
De miután ez nem egy one step kristalak, hanem klasszikus, tehát ragacsos marad a felülete, ezért egész bátran ugyanúgy tudom használni, mint a fehéret használnám, csak annyi lesz a különbség, hogy kettő vékony réteget fogok fölhúzni. Tehát ez, jönnek az ünnepek, ez lehet csillámos arany, vagy lehet bármilyen ünnepi szín. Ami még fontos, hogy nem egy Cover Pro ecsetem van, hanem kettő, mert az egyiket az kizárólag akkor szoktam használni, hogyha a klasszikus fehér végű francia körmet építek. A színesekhez mindig egy másik Cover Pro ecsetet veszek elő, pontosan azért, hogyha esetleg, talán még a kamerában látszik is, hogy vannak benne pici csillámszemek, amiket ugye nem tudok, látszik, nem tudom kiszedni belőle. Tehát érdemes a színesekhez egy másikat használni. Régen én is jártam így. Sokszor. Amikor még ugye csinálgattam, és állandó jelleggel csillámos volt a vége, de aztán megtanultam. Biztosan látszik a kamerába is, hogy ahogy kivettem, megkötött a Cover Prom, és az előbb mutattam nektek, hogy van lehetőség arra, hogy gyönyörű szépen kialakítsuk még köttetés előtt a mosolyban alatt. Azért jó ez a technika, mert most föl fogom hordani a szabad szélnek a színét, és itt sem kell igazából idegesnek lennem azért, hogy hogyan tudom én ezt hozzá ütköztetni a Cover Pro színhez, vagy a Cover színhez. Mégpedig azért nem, mert miután ez meg van kötve, ha esetleg rácsúszna a színem, akkor kitörlöm az ecsetemet, és le tudom törölni a felületéről. Tehát ugyanúgy korrigálni lehet. Gyakorlott zseléseknek egyébként akár francia körmöknél is ez tökéletes megoldás lehet arra, hogy valóban egy pontban végződő szép fehér véget tudjanak csinálni. Fölveszem ezzel a színes anyagokhoz használt ecsetemmel a 144-es klasszikus kristalakot, és ugye miután ennek a nugát színnek van egy magassága, semmi más nem fogok csinálni, mint ehhez a magassághoz tulajdonképpen hozzá fogom kocintani ezt a színes véget. Föl tudom emelni az ecsetemet, szépen a sarokpontokhoz föl tudom vinni, hogy egy pontban végződjön. Biztosan emlékeztek rá, hogy mondtam az előbb azt, hogy ezekkel a színekkel, a klasszikus kristalak színekkel kettő rétegben fogok dolgozni, tedd be kérlek. Mégpedig azért, hogy ne legyen az, hogy hirtelen fölhordtunk nagyobb anyagmennyiséget, és esetleg összeráncosodik. Előfordulhat az, hogyha olyan erősen pigmentált klasszikus kristalak van a kezetekben, mint például a fehérek, vagy a 115-116-os, ezeket a színeket biztosan ti is szeretitek. Nagyon jól fednek, viszont vigyelni kell arra, hogy ne legyenek vastagak, mert akkor sajnos előfordulhat, hogy megráncosodik az anyag. Ilyenkor az első réteget csak villámköttetéssel rakod be, vagy teljesen kikötteted? Mi a módja ennek? Az az igazság, hogy általában egy szalomban is mindig váltott kézen dolgozol, és mire kialakítod a másik kezén a francia véget, az pontosan elég lesz az a köttetés, hogy már vehetem ki, és tehetem rá a következő réteget ugyanabból a színből. Ez is ugye mondhatnám, hogy ugyanabba, illetve mondom, hogy ugyanabból a színből, de hát ismertek, nálam előfordul, hogy ez 3-4 színből áll ez a francia vég, mert mondjuk egy ombre hatást csinálunk, vagy bármilyen más hatást. Hozzáteszem, ugye ma többen használtátok a krómit is, és a krómival is nagyon-nagyon jól lehet díszíteni ugyanígy ezeket a felületeket. Figyeljetek arra, hogy az éleket is zárjuk le, és figyeljünk a sarokpontokra is mindenhol. Nem tudom, mennyire látszik a kamerába, de itt azért látszik, hogy egy elég éles mosolyvonalat ki lehet alakítani egy teljesen egy pontban végződő sarokponttal. És akkor most, ha megköttetem, vagy megköttetjük, akkor ugye milyen felületünk van? Ragacsos, hiszen a nugát is egy ragacsos felületre köt, és a klasszikus kristalakunk is ragacsos felületen kötött, és erre fogom én majd elkészíteni nektek a géllakból az egymozdulat technikával készülő virágot. Jó, kicsikét átjövünk akkor a Twixihez. Hogy áll most a köröm, amit készítesz? Hát én itt bevártalak titeket, azzal, hogy levegyem a hálót. Gyakorlatilag ez megkötött a lámpában, és lekerül róla a háló, ami még mindig majdnem úgy néz ki, mintha benne maradt volna. És már csak annyi dolgom van, hogy a fekete részeket a 900-as gigafehérrel picit körbe vonjam.
ennek sem kell túl szabályosnak lennie. Melyik ecsetet használod hozzá? Ez a nullás sort ecset. Mondom, érdemes megnézni életben, mert szerintem nem olyan, mint a kivetítő. Egyébként annyit hadd kérdezek, más esettel is meg lehet ugyanezt a kontúrt csinálni, vagy te csak ezt javaslod? Hát még a nullás longgal. Tehát most, hogy a hosszúval vagy egy röviddel csináljuk, az mindegy, de szerintem ez a kettő az, ami alkalmas rá. Ha csak nem fogunk be egy barbis ecsetet, vagy egy másfajta ecsetet, ami vékony vonalazásra van még. Én csak ezt szoktam használni. Tehát belempel. És akkor ezt megkötteted, és kész is az egész van. Tulajdonképpen? Uh-huh. Ha valakinek szeretne esetleg topsányt tenni rá, meg lehet próbálni, de mivel ez teljesen fényesre köt, és szárazra, fölösleges. Aha. Igazából nincs értelme. Lehetne hozzá a royal fehéret is használni a kontúrozásnál? Lehetne. Én azért használom a gigát, mert egy picivel én élénkebb fehérnek érzem. A royalt viszont nagyon szeretem virágok alapjának. Tehát, hogy virágok alapját festem fel vele, amit aztán nagyon szépen lehet árnyékolni. De akkor ezzel le kell fixálni, vagy nem? Mert ugye ez sem marad ragacsos? Tehát a gigazselék közül a fehér az egyetlen, amit nem kell fixálni. Te még a gigazseléket használod, Vixi? Azóta kijöttek a royal zselék, és a royalnak a fehérje. Pont most mondtál egyébként. Pont most mondtam. Ja? Ezt ő élénkebbnek érzi. Igen? És a royal fehérrel viszont nagyon szép virágokat lehet festeni. Jó van, mert a gigának a továbbfejlesztett változata a royal egyébként. Hasonlóan jól köt mind a kettő, csak az egyikbe, a royalba, mert egy új fotoiniciátor van, ami még több pigmentet beleenged a zselébe, amellett, hogy átköt. Uh-huh. Ha valaki eljön majd az én képzésemre kémiából, ott kielemezzük a fotoiniciátorokat is, sok titok között. És mivel feded? Semmivel. Az előbb a te modelled volt mellettem a Vastag Csaba koncerten, és mondta Csaba, hogy fogjátok meg egymás mellett, és hozzáértem a körméhez, és azt hittem, hogy egy kigyó, mert olyan rücskös az ujján ez a... Ez tényleg olyan ez a mintázat. Szabad? Szinte megijedtem. Nagyon érdes. De te simogattál valakinek... meg kígyót egyébként? Hogy így tudod? Ja. Kígyót? Aha. Mire gondolsz? Mert én szerintem amúgy, mintha talán... Vagy hogy mire, hát kígyóra. Ja. Mert én mintha egyszer... Igen, hozzáértél egy kígyóhoz? Mintha, igen. És én nem hiszem egyébként, hogy már mint érintésre ugyanez lenne. Mert ugye ez... Nem. Ugye? Nem, jól nem ugyanez. Húha, nagyon el... Igen, de tényleg nagyon érdekes a felülete. Nem gondoltam, tehát, hogy ennek igaza van. A kígyókról beszélgetni. Hát, mint a háló. Igen, kerül. Itt igazából az volt a lényeg, hogy ránézésre legyen olyan, nem érintésre. Persze, feltétlenül. Egyértelmű. Mindig de olyan viccesek vagyunk. De szerintem maximálisan elérted a hatást, mert gyönyörű. Köszönöm. Hát ilyen sikamlósodra nyilván nem lehet, csak hogyha egyfajtában olajoznánk. Nem, egyébként, hogyha valaki beépíti, tehát céljív alá is lehet tenni, akkor viszont teljesen sima és fényes lesz a felület, és ugyanezt a hatást elveszti fogja elérni. Elveszti ezt a hatást szerintem. Nem, igen, nem igen, szerintem így sokkal szebb egyébként. Nem? Szerintem ez így tapintása nagyon jó. Mm-hmm. Kár, hogy nem tapinthatja meg mindenki. Dehogy nem mindenki megtapintja. Körbe megy szerintem. Igazi kígyó. Úgyis megkérjük a modellünket, hogy menjen körbe. Én elkészültem. Akkor tapsoljuk meg Twixit, köszönjük szépen. Ezzel a durva kígyóval. Reméljük máskor is hozol ilyen exkluzív újdonságot. Közben mesének, itt már készül a következő lépés. Igen, de most? Mindenféleképpen szerettem volna, hogy utolérjetek a kamerával, ugyanis most egy mozdulat technikával készült, egészen egyszerű kis virágot szeretnék nektek mutatni, de géllakokkal. Ugye erre szeretném felhívni a figyelmet, hogy tudom, hogy nagyon sokan várják azt, hogy lehessen a géllakokra is egy mozdulatot tenni. Nyilvánvalóan lehet, tehát van arra lehetőség, hogy lefixáljuk, visszamattítsuk, akrilfestékkel megfessük a mintát,
Hát én addig-addig próbálkoztam, amíg ezt megpróbálom, illetve hát most már sikerül is, egy mozdulatot géllakkal föltenni. Ez ugye azért egyszerű és gyors a szalomban, mert nem kell cserélgetni az anyagot, nem kell újra előszedni más anyagot. Sőt, el kell, hogy mondjam nektek, hogy annyira anyagtakarékos, hogy tulajdonképpen nem kell többször kikevernem a színeket. Mutatom, hogy hogyan csinálom. Egy kis papírlapka, illetve nem papírlapka ez, ezt annak idején úgy jelent meg nálunk, hogy keverőlapka. És ez a keverőlapka ugye akkor akrilfestékhez lett, én most használom ezt a géllakoknak a díszítésénél. Csöpögtettem ki, hangsúlyozom, one step anyagot. Tehát one step anyagból raktam ki a 70-esből, ez a kicsit narancsos, tettem ki a 29-esből, ez a kicsit ilyen bordós lilás, és majd a virágokhoz tettem ki a 19-esből. Mindenki tudja azt, hiszen remélem nagyon sokan használtatok már one step termékeket, hogy van, amelyik egy lépésbe fed nagyon szépen, van, amelyik ugye két lépésben fed szépen. Mellé csöpögtettem én ide a 70-es narancs mellé egy 2-es dekorfehéret. Mégpedig azért a dekorfehéret, mert ugye tudjuk azt, hogy ezek rengeteg pigmentet tartalmaznak. Tehát csak ezzel egy mozdulat virágot készíteni nem tudnék, hiszen nem kötne át nagy felületre, nem igazán jól hasznosítható a dekorgéllak, az vékony vonalakhoz van és díszítéshez kitalálva. Viszont nagyon jól használható, hogyha a pigmentáltságát szeretném növelni az adott színnek. Tehát tulajdonképpen most össze fogom keverni a 70-es one step-et és a 2-es dekort. Hangsúlyozom, hogy a 29-es one step-be azért nem teszek dekorszint, mert tudom, hogy az egy lépésbe is gyönyörű szépen fed, tehát nincs értelme még a pigmentáltságát növelni. Majd, hogyha ez megvan, akkor a Big Brush ecsetkészletben találtok olyan ecsetet, aminek ferde a vége. Ugye az egy mozdulathoz nagyon jól lesz, ez használható. Ami egyszerűbb a akrilfestékekhez képest, hogy most fölveszem az ecsetemnek a két végére, ugye a hosszabb végére a világosabb színt, a rövidebb végére a sötétebb színt, és itt a keverő palettán fogom tulajdonképpen összedolgozni ezeket a színeket. Többször megcsinálhatom ezt, mégpedig azért, hogy betöltsem tulajdonképpen az ecsetem szőrét. Ha világosítani akarok, akkor egy kicsi világosat teszek még hozzá, és egészen addig csinálom ezt, amíg azt látom, hogy az ecsetem szőre szépen telement a színes anyaggal. Ha ez megvan, akkor le fogom érinteni a felületre, de egy picit el kell vonatkoztatni attól, hogy egy mozdulatozunk. Ugye az akrilfestésnél meg kell nyomni egy picit az ecset szőrét, ugye nem csak az élével festünk. Itt pedig az lesz a helyes technika, hogy tulajdonképpen csak hozzá érintem egy picit a felülethez az ecsetemet, és úgy fogom kialakítani a kis pici szirmocskáimat. Miért mondtam, hogy nagyon-nagyon anyagtakarékos? Azért, mert hogyha van esetleg egy kicsi zárható dobozotok, akkor ezt a kikevert anyagot ebben a picit zárható dobozban el lehet tenni. Kérlek szépen, hogy nem tudom, mennyi látszik. Látszik a három kis szirmocska? Ezt most megköttetjük. És tulajdonképpen, hogyha azt tapasztaljuk, mert mondjuk több körmön dolgozunk, hogy elfogyott az anyag az ecsetből, akkor semmi más nem kell csinálni, mint ugyanoda vissza kell nyúlni, ahol már én ezt kidolgoztam, ezt a színátmenetet, és újra föl kell vennem a színt. Én elveszítettem a fonalat, Emese, hogy most ez egy ragacsos alap, amire készült ez a virág? Igen, ezt mondtam, hogy fontos az, hogy ragacsos legyen, igen, az alap. Emese, egy szakmai vitát kezdhetnék veled? Igen. Most megleplek, jó? Jó. Összekeverted a one step-et a klasszikus, a három step krisztalakkal, ugye? Nem. Nem keverted össze? A one step-et a nillártal kevertem, ja, hogy jó. A pigmentáltságát egy picit jó. Fokozzam. Akkor azt mondtad, hogy klasszikus, nem? Nem, a vég volt a klasszikus. Jó, oké. Okay. Mert az egyik egy oldószeres, a másik egy oldószermentes kristallok. Keverésnél vigyázni kell, vannak kockázatok és mellékhatások. Mellékhatás lehet, hogy a one step összeveszik a klasszikus kristallokkal. Biztos találkozott már ilyennel valaki. Például a Super Shine, ami one step alapú,
néhány krisztalak színnél, a 300-ból 30 színnél pár nap után elszíneződést okoz a két anyagból fakadó különbségek miatt. Nem, tehát ha valaki kísérletezik anyagkeveréssel, ez nem baj, csak megvan a kockázata. De nem. Ez jó volt ez a keverés, kösz. Ez nem, jó volt. Csak pigmentet tettem bele, mert abban a van stepbe, ami nem fed egy lépésbe, abban azt tapasztalom, hogy jó egy kicsit pigment. Jól csináltad. Hogyha eljössz hozzám erre a kémiai előadásomra. Én nagyon szívesen elmondok, csak nem legesd, elmegyek, csak nem legesd a kémiát, mert attól a hátam. Tudom, borsul. Ezért pedig ezzel riogatok mindenkit. Mindenki jönni akar, és nehogy túl sokan legyenek, mindig azt mondom, kémia. De vigyázz, na. Mert ha meghívsz, még úgy jársz, hogy el is megyek. Jó van, egyszer szívesen látlak, kösz. No, hogyha ez megkötött, akkor levélkét fogok kialakítani, közben ugye átfestettem még egyszer. A kis levélke pedig egész egyszerűen úgy fog készülni, hogy a virágnak a színét, a világosabb színét veszem fel az ecsetemnek a hosszabbik részére, a rövidebb részére pedig a 19-es one step-et, és ami most nagyon fontos, figyeljetek, a már kikevert virágnak a színébe keverem bele, és így alakítom ki majd a levélnek a színét. Biztosan sokszor hallottátok már, hogy akkor szép, hogyha megjelenik a levél, vagy a sziromnak a színe, az megjelenik a levélnek a színében is. És így gyönyörű szépen ugye bele tudom mosni a virágnak a színét a levélnek a színébe. És csinálok kis levélkéket. Kis zöld levélkéket. Picit még zöldet teszek bele, ugye semmi probléma nincs, hogyha úgy gondolom, hogy nem elég még a zöld, mert akkor teszek még bele, és egész egyszerűen pici kis leveleket festek a felületre. Olyan, mintha csak leérinteném egyébként az ecsetemet. És akkor megköttetjük. Kérdezhetek? Persze. Mondtam, mutató ujján látom, hogy ugye ott is vannak kis levélkék, ott nagyon zöld, azt csak simán zölddel csináltad, vagy azt is ugyanezzel a technikával? Nem, csak még most nincsen kész a levélké. Uh-huh. Ez jó, lesz ez az még alap. Egy és még lesz. Értem. De még utána fogunk egy pici, tehát bekérlek, egy pici kontúrral kiemelni ugye ezeket a széleket. Szóval ott tartottam, hogyha van egy pici dobozotok, akkor nyugodtan ezt egy zárható dobozba el lehet tenni, miután fény nem éri, legközelebb előveszitek, és a palettán ugyanúgy lehet dolgozni tovább. Egyébként a levél zöldségét, vagy a színének, a, hogy minél zöldebb, azt ugye azzal tudom fokozni, hogy még teszek bele zöld színt, és akkor intenzívebb lesz. Kérem szépen, a leveleket is egy picikét átfestem. Ha valakinek esetleg nem kényelmes úgy festeni a vendég kezét, hogy ugye szemből fest, egész nyugodtan megkérheti, hogy így fordítsa meg a kezét, mert ez nem lesz kényelmetlen a vendégnek. Tedd be, kérlek, egy picit. Uh-huh. Hogyha ezzel megvagyok, akkor az ecsetemet egész egyszerűen csak kitörlöm, és egy fénytől védett helyre el fogom tenni. Ugyanis magával az egy mozdulat, egyszerű kis virággal készen vagyunk. Amivel még ki fogom emelni ezt a kis díszítést, az a nilárt krisztalakok közül a 2-es és a 12-es. A 2-es az ugye fehér, ezzel fogom a virágoknak megadni a kontúrját, vagy a szirmoknak a kontúrját, a 12-essel pedig a levélkének a kontúrját. Még egy színt fogok használni, az pedig a 14-es, a 14-essel pedig majd a virágnak a pici közepét fogom kialakítani. Kérem szépen. Nagyon fontos tudnotok ezekről a nilált krisztalakokról, hogy akkor használható igazán jól, és akkor nem lesz vele semmi problémátok, hogyha nagyon-nagyon-nagyon kevés anyag lesz az ecseten. Tehát szinte ne is látszódjon, hogy van rajta anyag. És most elkezdem a virágot. Elkezded? Emese? Kontúroznám, csak megvártam, míg ideérsz, mert annyira remeg a színpad, hogy jó, nem tudok csak olyan. Időfogytán vagyunk. Oké, gyors leszek. A virágonak a kis szirmait egészen lehelet vékonyan befogom egy picikét
meg fogom kontúrozni. Ugyanezt fogom tenni a 12-es zöldessel is, és ezzel ki fogom emelni, és lesz egy pici zöldes hatása, vagy inkább azt mondom, hogy intenzívebb hatása. Hát ez ad neki egy ilyen kis plusz zöldességet. Ez még egyszer, melyik, amivel most csinálod? Ez a nail art, tehát a díszítő, a díszítő közül ez a 12-es, és amit fogok még, nagyon gyors leszek, a 14-esből fogom kialakítani a levélkémnek, illetve a virágomnak a közepét, úgy, hogy egy kis félkör alakot fogok ide húzni. És egy 3D mini porcelán díszítő ecsettel, amit nyilván zseléhez használok, ezzel egy pici árnyékot fogok készíteni. Tök jó. Szóval a géllakozásnál is kezdünk eljutni a díszítéshez. Rövid körmök, hosszabbítás nélkül, géllakozás, díszítve. Igen, és igazából a oldhatóságot nem befolyásolja, más termékcsaládot nem kell elővennem, el tudom tenni, hasznosíthatom újra, tehát szerintem teljesen széles a lehetőség ezeknek a használatánál. Jó, és akkor el is készült? Hát még gyorsan egy pöttyöt szeretnék a közepébe tenni, meg egy topsány, de hogy topsány nullás géllakot, de ez már azért azt már van, nem fogjuk sietni. Megvárni, a pöttyöt még megvárjuk, Emese. Jó. Mert különben két lány sírni fog. Sírni fognak? Igen, a pötty kérem miatt. Kérem szépen. Hogy teszed a pöttyöt? Tűvel, és egészen picike kis pöttyöket teszek. Visszajött a tűtechnika, amit a színes zselés technikából vettünk át. Sás Nádas, Mészáros Krisztina, 2003-ból. Tedd be, kérlek, és akkor erre már csak miután egy bézgél volt az alap, egy teljesen klasszikus nullás top clear klisztara kerül, amit le fogunk fixálni, és készen vagyunk. Mindjárt megnézzük a finish képet. Egy gyors Twixi oktatás, meg MSE oktatást gyorsan végigpörgetjük, hogyha nem ilyen röviden akarjátok őket látni, hanem egész napos begyakorláson, akkor a Twixinek, mondjad? Az egyik képzése az új mintákkal kifinomultság és elegancia, élethű virágok egy mozdulattal emelt szinten. Ez Twixi a haladóknak ajánlja ezt a tanfolyamot. Nyom vissza a gombot, mert volt ott egy majd másik. Majd lent lefixáljuk. Ja, jó. Igen? Aztán Twixinek van egy másik képzése, megújult gyümölcsök és pillangók. Ezek a legnépszerűbb szalondíszítések, amiket Twixi Royal Géllel készít el. Elég jól néz ki ez is. Van egy gyors szalondíszítések, akvarell és extrém akvarell plusz krémfestékekkel. Ez is egy díszítő tanfolyam, de azt javaslom nektek, hogyha már elvégeztétek Twixinél ugye ezt a képzést, akkor is érdemes újra beiratkozni, mert vadonatúj mintákat tanít nektek. És van még egy meseszép pillangók és virágok egy mozdulat akrilfestékkel díszítőképzés, ez pedig egy alapszintű képzés, amit frissen végzett OK és körmösöknek is ajánljuk. Jó, és akkor MSE-nek? MSE-nek van egy alap színes zselés díszítőképzése, ahol megismerkedhettek a színes zselékkel, 3D zselékkel, azok díszítési lehetőségeivel. Ez is egy teljesen alapszintű képzés. MSE-nek van egy klasszikus krisztalak és one step krisztalak képzése is, ahol a hivatalos krisztalak technikát ismerhetitek meg, illetve díszítéseket is tanulhattok MSE-től. És van egy 5 perces krisztalak díszítések, ez egy új képzés, ami 10 különböző technikával tanulhattok MSE-től. One step krisztalak, klasszikus krisztalak, nail art krisztalak, krómi és tigris szem krisztalakokkal. Fantasztikus, egyszerű, gyors, látványos szalondíszítéseket. Igen. Ennyi? Jó, nincs akkor több. A hány, de finish. Hány van, úristen? Amikor én voltam, körülbelül volt 6 vagy 7 darab, most körülbelül 100, vagy hány van most? Látod, néhány év alatt ennyit fejlődött a körmös. Igen, mindig jönnek újabb és újabb továbbképzések, amikor már mindenki elvégzett egy képzést, akkor jön egy új. Ugyanis szépségiparban dolgozunk, és a divat változik, és a vendég mindig a legújabbat akarja, ugye? Bejön a vendég, és azt mondja, hogy ő trendi akar lenni. Nézzük meg Emese finish képét. Köszönjük Emese, tapsoljuk meg Emesét. Köszönöm szépen.